Szervusztok! Szeretettel köszöntök mindenkit ma este a ZEN egyik újabb előadásán, Debrecenben, és szeretnék eltérni az elmúlt 15 év tanítási szokásaitól. Eddig megpróbáltam a zent érthetővé, vonzóvá, gyakorolhatóvá tenni mindenki számára, és be kell látnom, hogy nem jártam sikerrel. És ez nem a számokban, a mennyiségben, a megjelenésben mutatkozik meg, hanem egyszerűen abban, hogy úgy érzem, hogy köröket róttam, amelyek által nem sikerült a célt elérni, nem sikerült a zent vonzóvá, érthetővé és könnyen gyakorolhatóvá tenni. Mégis azt mondom, hogy ez senkinek sem a hibája, nem a tietek, nem az enyém, és végképp nem a zen-buddhizmusé, hanem talán egy olyan szemléletváltásra lenne most szükség, amely a tudhatót, a könnyűt, a magyarázhatót elengedi, így a lélek képes a saját kényelmi zónájából és megszokott biztonsági övezetéből kilépni, és egy olyan irányt fölvenni, amikor képesek vagyunk tapasztalni azt, ami nem magyarázható, nem foglalható szavakba, nem tudható, de mégis a lélek a tudat tapasztalja. Hadd mondjak ehhez egy pár segítő példát. Az egyik, egy nagyon-nagyon nagy példa lesz, a másik egy nagyon-nagyon pici példa, mégis mind a kettő ugyanabba az irányba mutat. A 2000-es évek elején voltak olyan asztrofizikusok, akik azt mondták, hogy ne csak azt nézzük a Hubble űrteleszkóppal, amit már eddig is láttunk, hanem próbáljuk meg egy irracionális módon használni ezt a teleszkópot, és fordítsuk az égboltozatnak egy olyan része felé, ahol látszólag semmi sincs. Tehát az űr mélységes sötétségét exponálta ez a gyönyörűséges űrtávcső körülbelül hat napig a mérleg csillagkép közelében. Amikor megnézték a képet, akkor a halvány villódzásoktól kezdve az apró pici fénypontokig egy csomó minden találtak, amelyekről nem is gondolták volna, hogy ott van, és ezek az apró kis pontocskák mindegyike egy-egy galaxis rejtett. És több százezer, később több millió új galaxist találtak így, és hogyha valaki ennek bizonyítékát szeretné megnézni, akkor keressen rá a Hubble Ultra Deep Field szavakra, és meg fogja találni azt a feldolgozást, amelyben mindezek láthatók. Az elején úgy indult, hogy nem tudunk semmit, nem látunk semmit, de mégis tapasztalni szeretnénk valamit, mert azt gondoljuk, hogy ott lehet valami, ahol látszólag semmi sincs. Nem csak ez a számítás jött be, hanem egy olyan is, amikor lementünk nagyon-nagyon picibe, és megpróbáltuk elképzelni ezt, hogy milyen az, amikor az első sejt fölépül a Földön. Milyen az, amikor az első tényleg intelligensnek mondható picikek is alakulat megszületik, és mondjuk formál egy baktériumot. És kiderült, hogy nem tudjuk megmagyarázni, hogy az első baktérium ezen a Földön, ebben az ökoszisztémában, amit ismerünk, hogyan jött létre. Hogyha valaki ez iránt érdeklődik, akkor nagyon ajánlom az Ausztrál Nemzeti Egyetem, az Australian National University egyik előadását, ahol egy fantasztikus professzor azt jellemzi, hogy milyen az, amikor azzal foglalkozunk, amit nem tudunk, amitől nem leszünk nagyon-nagyon híres tudósok, amit nem lehet közleménybe foglalni, hanem egyszerűen megszemlélni úgy, ahogy van, amennyi tapasztalható belőle, magyarázat, racionalitás és rendszer nélkül. Azt mondja, hogy ha pusztán az evolúcióval szeretnék megmagyarázni az első baktérium kialakulását a Földön, pusztán statisztikai alapon, akkor ez ahhoz lenne hasonlatos, mint hogyha bemennénk egy táska dinamittal egy óriási hulladékvas telepre, felrobbantjuk ezt a bizonyos táskányi robbanóanyagot, és az eredmény az, hogy egy Boeing 747-es kigördül a hulladékvas telepnek az ajtaján. Ennyi a különbség az intelligencia nélküli biomassa és az első baktérium működése között. Mi a közös ebben a két kísérletben? Mind a kettő arra irányult, amit nem tudunk. És mégis tapasztaltunk valamit, ami nem racionális, nem rendszerszerű, nem fogalmi, nem magyarázható, de mégis tapasztalható. És a zen pontosan ilyen. Csak hogy az energiánkat nem a kívül lévő megmagyarázhatatlanul kicsi, vagy a szintén kívül lévő megmagyarázhatatlanul nagy felé irányítjuk, hanem a lelkünkbe befelé. És megkérdezzük, hogy mi az, ami bennünk lát hall, szagol, tapint, érez és gondol. Amit nevezünk Istennek, embernek, igaz természetnek, buddha természetnek, a lényegnek, az univerzum magvának. De mégis mi az, ami ezt elnevezi? Mi az, ami a sok-sok név mögött lényekként ott van? És először egy aprócska kis kétség vagy bizonytalanság léphet föl, hogy akárhogy szeretném elnevezni, ez nem lesz az igazi neve, hiszen adhatok neki rögtön egy másikat. És hogyan lehet ezt magyarázkodás nélkül a maga tiszta önvalójában tapasztalni? Ez eddig egy kicsit tudományos kérdésnek tűnhet. Igazából erre akkor van nagyon szükség, amikor kénytelen vagy elhagyni a saját komfortzónádat, az ismert naprendszeredet vagy galaxisodat a személyiséged átalakul, esetleg válságba kerül, és olyan dolgokat kell feldolgoznod, amit nem tudsz még magadnak sem megmagyarázni, sem hogy a környezetednek. Ez lehet a szerelem szenvedélyétől kezdve a hatalmas lélekválságig, a túl nagy vesztességtől a túl nagy nyereségig minden. Az ilyen tapasztalatokban az a közös, hogy megváltoztatnak téged úgy, hogy érzed, hogy többet nem leszel ugyanaz, akinek addig tudtad magad, az életed nem lesz sohasem olyan, mint annak előtte, és ezt a válságot, ezt a változást tapasztalni tudod, de megmagyarázni nem, és hogyha megfelelően tapasztalod, akkor irányba is tudod tartani. És ez a fajta iránytartás az, ami a zenben nagyon fontos, a tapasztalatnak az energiája, és ennek a vezérlése, ahogy egy repülőgépen a meghajtás és a navigáció ugye egyaránt fontos. Tehát irányuljunk arra, amit nem tudunk, merjük megtapasztalni a lelkünknek azt a mélységét, amit eddig nem, és ismerjük el, hogyha a változások olyasféle válságba vagy intenzitásba hajszolnak minket, hogy azt érezzük, már soha nem leszünk ugyanolyanok, mint korábban, az életünk pedig soha nem lesz abban a kényelmes, megjósolható mederben, mint amit ugye Newton a saját fizikájával felfedezett, és nem sokkal több, mint 300 év után Einstein kiderítette, hogy nem is olyan egyenes az a vonal. Kicsit tovább visszük minden begörből. Úgyhogy a zen nagyon érdekes, és hogyha nyugati szemmel nézem, akkor egy csomó mindent inkább el kell felejteni ahhoz, hogy gyakorolhassam, sem, hogy újabbat beemelni kelljen a lélekbe, vagy a tudatba. Az eredeti tanítás azt mondja, ahogy vagy, már teljes a lényeged. Ez nem azt jelenti, hogy a személyiségeden nem kellene változtatni. Ez nem azt jelenti, hogy bármely keletkezett dolog tökéletes lenne. Ez azt jelenti, hogy a buddha természetedhez, a megvilágosodás elérésének a képességéhez sem hozzátenni nem tudsz, sem elvenni belőle. Tehát mégis mi az, ami egyszerű és tiszta bennünk, mi az, ami a szemünkkel lát, a fülünkkel hall, a tudatunkkal gondolkodik, ítél, emlékezik, mi az, ami az érzékszerveinket használja, és mi az, ami látja a test és a lélek összefonódását, amikor megszületünk, felnövünk, és a lassú szétválását, amikor megöregszünk és meghalunk. Tehát mik vagyunk mi valójában? Mi az, ami megszületik, és fölveszi ezt a testet, és használja ezt a tudatot, és mi az, ami leveti ezt a testet, és elhagyja ezt a személyiséget, elhagyja ezt a tudatot, aminek mi tudjuk magunkat? Az ázsiai tanok szerint jobb, ha ezt még akkor tapasztaljuk, amikor életben vagyunk. Jobb, ha erre fölkészülünk mielőtt ezt a testet lassan vagy gyorsan el kell hagyni, és itt nem pusztán egy helyes haláltapasztalat az, ami a cél, sőt, messze nem az, hanem hogy ezt az életet, ezt a pillanatot, ezt a lényt, aminek tudod magad, ezt helyesen lássuk, és helyesen kapcsolódjunk egy másik lényhez, vagy lényekhez, és ezt a pillanatot a maga tisztaságában, a világot a maga egyéváltságában tehát a valóságot a maga igaz természetében megtapasztaljuk, illúzióktól, dolításoktól mentesen, azért, hogy a valóság talaján álljunk és maradjunk akkor is, amikor akár nagyban, akár kicsiben a komfortzónánkat el kell hagyni, önmagunkat meg kell változtatni, és ezáltal segíteni egy másik lényen vagy lényeken, és ezen a világon. Nagyon kevés olyan alapvonása van a létnek, amelyet univerzálisan elmondhatunk kultúrától, nyelvtől, egyéb körülményektől függetlenül, de van három olyan alapvető jegye az életnek, amely minden lényre igaz, akár emberi, akár más testben szülessen. Az első az, hogy mulandóak vagyunk. Ezt a mulandóságot nem elég egy nagyon stílusos koponyával az asztalunkon szemléltetni, nagyon könnyen díszé, tud ez is avanzsálni, mint egy jól formált tintatartó, vagy egy monitor. Azt a mulandóságot, ami a sejtjeinkben ketyeg, és ami a lelkünkben is perceg, mint a szú, azt nem lehet nem észrevenni, miután a gyermekkorból ugye kinőttünk. Mégis nagyon sokszor nem akarunk róla tudni. El szeretnénk felejteni, másra irányítani a távcsövünket, és nem azt látni, ami valójában van, hanem inkább azokat az eszközöket, amelyekkel elfeledtethetjük magunkkal az idő múlását, azt, hogy ahogy fölvettük ezt a testet, ugyanúgy le is fogjuk vetni. A zen nem a ciklikus vagy lineáris idő képzetével törődik leginkább. A zen leginkább ennek a pillanatnak a lényegével törődik, az, hogy mi az, ami ezt a pillanatot megéli, és hogyan tudod a legtisztábban, legvalósághűbben, legbölcsebben, legegyüttérzőbben megélni ezt a pillanatot. Mert ezen múlik minden. A második ilyen alapvető jegye a létnek, az a tökéletlenség vagy befejezhetetlenség. Ezt a fogyasztói kultúra nagyon jól ki tudja használni, ugyanis azt mondja neked, hogy most ez a tökéletes, sőt, leszállított áron tökéletes, és egy hónap múlva egy újabb dolog lesz tökéletes, és amit egy hónappal azelőtt megvásároltál, az lesz a tökéletlen, úgyhogy dobd el és vegyél valami újat. Ez annyira erős tud lenni, hogy átterjedhet emberi kapcsolatainkra, életérzésünkre és egész emberi működésünkre is. Ez a tervezett eldobhatóság, vagy a tervezett pazarlás, sőt, pazaroltatás magunkkal, másokkal, az anyagi és az emberi világgal egyaránt. A tökéletesség, mint képzett, az bennünk emberekben rendkívüli módon él. Nézd meg az összes műalkotást, nézd meg bizonyos emberek életvitelét. Valami magasabbra vágynak, mint ami közvetlenül elérhető vagy elsajátítható, és a saját kreatív energiánkkal egy lépést legalább följebb szeretnénk lépni. Azért, hogy azt a tökéletest, azt az eszményt, ami bennünk van, amitől jobbak leszünk, amitől a világ jobb lesz, vagy amitől egy másik ember jobb lesz, ezt ki tudjuk nyilvánítani, meg tudjuk élni. Csak, hogy ennek sosincs vége. És itt az élet személyiség rájön arra, hogy nem egy végállapotot kell feltételezni, hanem egy folyamatot megélni, amelyben valami más tökéletességet tapasztalunk meg, mint ami eldobható, pazarolható vagy pazaroltatható. És a harmadik az pedig a kölcsönös függőség. Nem egy valami függ valami mástól, hanem mi mindannyian egymástól és ettől a világtól. És ezt a kölcsönös függőséget belátni rendkívül nehéz. Talán ez az, ami ellen az egoitásunk a legjobban tiltakozik. Ez az, ami miatt a narcisztikus ugye, létszemléletet és önszemléletet a legnehezebb levetni, és megtanulni azt, hogy a kölcsönös függőség elismerése nem az önállóság hiánya, nem a felelősség hiánya, és végképp nem a szabadság hiánya, Megtanítja az embert arra, hogy mi történik akkor, amikor a szemével lát, a fülével hall, a testével érez, és mindez összeköti egy másik emberrel, emberekkel, és ezzel az anyaginak tűnő világgal. Tehát mi történik akkor, amikor az ember elsőre, a zsinór elvágása után fölsír, elkezd önállóan lélegezni, a tüdejéből kinyomja a maradék ugye, magzatvizet, és utána önálló létre indul. És ez a fajta kölcsönös függés, ami az első oxigén molekulától kezdve az utolsó lélegzetéig az embernek itt van, ezt mikor látjuk meg, mikor ismerjük el, és mikor kezdjük el a megfelelő végén megfogni ezt az életet, és nem hinni azt, hogy azok vagyunk, akik valójában nem vagyunk, akik nem lehetünk. Tehát amikor a szabadságról, függetlenségről és egyéb embereszményekről beszélünk, ezeket csak ennek a három alapvető jegynek a kontextusában tudjuk elképzelni, és nem ezeken kívül. Hogyha ezeken kívül keresnénk, az lenne az álom és illúzió világ, és ha megnézzük a nyugati kultúra nagy részét, akkor nem a létezés alapvető jegyeivel és tulajdonságaival kezdtük a karrierünket, sem mint egyén semmint család, semmint társadalom, semmint civilizáció, hanem az ideáinkkal. Azzal, amit tudtunk, tudni véltünk, vagy tudni akartunk. És ezeket hajszoljuk elképesztő szenvedéllyel, néha teljesen addiktív viselkedéssel, mert az ideáink fontosabbak, vagy fontosabbaká váltak, mint a valóság. Az elképzelt, projektált személyiségünk erősebbé vált, mint az igazi én tudatunk és önismeretünk. És ezekbe a koordinátákba be lehet helyettesíteni az összes személyes, családi, társadalmi és civilizatórikus bajainkat, azokat a problémákat, amelyeket magunk gyártunk, magunk hozzunk létre, de rendkívül kevéssé látjuk meg a saját kezünket benne, hogy ezeket mi hogy csináljuk. Hogyan hozzuk létre a saját sorsunkat, kötöttségünket, szabadságunkat. Mert ehhez pont azt a fajta kényelmi zónát, a megszokott gondolkodási mintázatokat, a megszokott érzésvilágot kellene elhagyni, amely mögött mi annyira jól érezzük magunkat, vagy úgy gondoljuk, hogy jól érezzük magunkat. Amikor ezt a komfortzónát sikerül elhagyni, akkor jövünk rá igazából, hogy a létnek ez a három alapvető jegye, ez mindig is igaz volt, és igaz is lesz. Minden születetre, minden testtel és tudatra, bíróra igaz és igaz lesz, csak mi eddig, eddig nem voltunk hajlandók tudomásul venni. És a tudomásul vételből nem vesztesség keletkezik, hanem tisztulás. Nagyon nagy különbség. Amikor engeded, hogy a tudatod letisztuljon, elengedje a megszokott mintázatokat, szokásokat, berögződöttségeket, önképet, tehát az összes egó tartalmat, akkor először a távcsövet kijut a tejút rendszerből, és lát valami többet, mint a saját személyiséged, galaxisát. Ugye a saját infinitezimálisan pici énségednek a baktériumát. És ekkor megjelenhet egy csomó minden, ami eddig nem jelent meg. Megjelenhet életcél, ami sokkal több, mint te magad, az a három fő ösztöncsoport, ami köré eddig csoportosultál, a szaporodás, birtoklás és túlélés ösztöncsoportja. Megjelenhet öröm, ami már nem csak a te személyiséged elsajátító birtokló öröme, hanem esetleg közös és már egy meghaladottabb állapot öröme. És megjelenhet egy olyan erő, amely megint csak nem ezt a három ösztöncsoportot szeretné érvényesíteni, hanem a meghaladás, a felemelkedés és egy megvilágosodottabb, egyéváltabb tudat ereje, amely megint csak nem önmagának vagy önmagáért dolgozik. Úgyhogy az en útja az nagyon sok mindent jelenthet, de semmi olyat, amit előre tudhatnánk. Semmi olyat, amit megjósolhatnánk, és rengeteg munka van benne hogy lehet így bárkit motiválni arra, hogy ezt az utat járja? Ahogy ezt a bevezető elején elmondtam, sehogy. Vagy elég érett vagy ahhoz, hogy rájöjj erre, vagy szenvedtél már ahhoz eleget, hogy rájöjj erre, vagy pedig meg nem. Hogy lehet ezt vonzóvá tenni? Sehogy. Csak akkor, amikor már kipróbáltál elég más utat, elegendő más spiritualitást, vallást, és rájössz, hogy mégis az kell, amikor közvetlenül a saját tudatodra irányolsz, amikor már nem szimbólumokban, rendszerekben és egyebekben gondolkodsz, hanem felteszed a kérdést, hogy mi ez, mi vagyok. Ekkor kezdhetsz el gyakorolni. Úgyhogy, ha ezt segíthetem azzal, hogy kérdéseitekre válaszolok, akkor most ennek jött el az ideje. Úgyhogy kinek van kérdése? Ö, az bevezetőben elhangzott három nem is tudom tényező közül kettőre, így most, ahogy összegeztem magamban, emlékeztem, hogy a mulandóság, a függőség, és hogy mi is volt a harmadik. A tökéletlenség. Na hát, akkor az most miért maradt ki a tudatba? <laughs> Gyerek megtanítja, pillanatok alatt. Azért gyönyörű, mert aki nagyon erős kapcsolatban van veled, az azon nyomban jelzi, hogyha a személyiségnek valamilyen túlburjázása vagy alul teljesítése van. És a legártatlanabb médium erre a gyerek, hiszen látod, hogy nem tudja, hogy mit csinál, de tökéletes, amit csinál. És ez a szülőket tanítja a legjobban, aztán győzze a szülő megfelelő módon visszatanítani a gyereket, arra is szükség van. Mert amit tanítasz neki, az jön rövidebb vagy hosszabb sugarú körben vissza. Öt nap, 5 év, 15 év, 20, teljesen mindegy. De visszajön. Sziasztok, Nendi vagyok, függő. Én azt szeretném kérdezni, hogy mi az a szeretet. Egyéb kérdés? Oké. Okay. Más valaki? Hogyha a személyiségünk összhangba kerül a valódi lényünkkel, akkor uh, így élhetünk-e teljes életet, vagy szükséges-e lebontani a személyiségünket ahhoz, hogy uh, úgymond a valódi lényünket megéljük teljes mértékben? Uh, mindenképpen átalakulásra van szükség. Az első lépés az, hogy belátod a saját működésképtelen hely, helyzeteidet, vagy helyeidet belül. És ez egy olyan feszültséget tud generálni, ami azonnyomban az útra térít. És ehhez a meditáció legelső instrukciója kell, légy őszinte önmagaddal. Ez a legalapvetőbb meditációs technika, ha ez nincs meg, akkor elbújunk a mantrák mögé, elbújunk a mélyértelmű kérdések mögé, és ugyanaz a szerszám, ami az ajtót nyitná ki, vagy a falakat bontaná le, meg fogja erősíteni, vagy éppen ellenkező irányba fordítod el a kulcsot, és be is zárja. Kettőre. Eddig egyre volt, most kettőre lesz. Elkezdtél gyakorolni a önvédelmet. Nagyon fontos megismerni azt, hogy a személyiségnek vannak határai, az igazi énednek nincs. A személyiséget keletkezik, átalakul és megszűnik. Az igazi éned, a tiszta, tükörszerű, térszerű tudatod, nem fog ilyet tenni, mert eredeti mi voltában nem keletkezik, nem alakul át és nem szűnik meg. Erre a tükör a legjobb tanítás. Tehát bemész, és a tükör előtt, ha semmi van, semmi sincs, akkor is tükör. Ha te állsz elé, vagy a barátnőd, akkor is ugyanúgy tükör. A tükör egyetlen egy módon nem tud működni, ha mondjuk rúzsal vagy festékkel összemázgálják. Ez az, amikor ragaszkodunk az érzékszervi hatásainkhoz. Az érzelmeinkhez, a gondolatainkhoz, az emlékeinkhez, az ítéleteinkhez. Amikor ez a ragaszkodás kifejlődik, és mindegyikünkben van ilyen, akkor a tükör nem működik. És ezért van az, hogy a személyiségnek tényleg meg kell ismernie valami határtalant, és azt is, hogy a határainkat mi állítjuk föl, de ezekre a határokra szükség van csak úgy, hogy azokat már te tudatosan építed föl, és általában nem odaépíted újra, ahonnan lebontottad őket, vagy ahonnan az élet kirobbantott. Teljesen máshova építed vissza magad és a határokat, mint ahonnan elindultál, és erre óriási szükség van. Mert a szabadsággal együtt jár a felelősség, és kapaszkodj, a felelősséggel együtt jár a szabadság. Ez a legkeményebb. Főleg nyugaton, de most már Ázsiában is az emberek olyan szabadságot akarnak, amelyel nincs felelősség együtt. Ez a legnagyobb és legveszélyesebb illúzió. Azt viszont kevesen látják, hogy a gyümölcsoldal ennek az, hogy elkezdtem felelősséget vállalni magamért, másért, másokért, ezzel emelkedhetem olyan pozícióba, hogy szabadságot tapasztalok és teremtek magamnak és másoknak. Tehát így az elkötelezettségből lesz valami, ami megnevezhetetlen és megmagyarázhatatlan, és ez akkor következik be, amikor az elkötelezettség százszázalékossá válik. Ekkor keletkezik valami, ami egy teljesen más szabadság szabadságélmény, ami a lojalitáson, odaadáson, önfeladáson keresztül valósul meg. Ehhez a réginek el kell tűnni. Tehát a, szem a személyiség egyszerre fog ugye, lebomlani, átalakulni és újraépülni, és az a te szokásaidnak a függvénye, a gyakorlatodnak a függvénye, a bátorságodnak a függvénye, ezt mennyire engeded belül, és a helyesen kapott tanításnak és a függvénye, hogy milyen irányba viszed, milyen gyorsan zajlik le, és mi lesz az az új ugye, termék, az a személyiség, amit már nem egy szilárd, átalakíthatatlan valaminek képzelsz el, hanem egy fluxusnak, egy tulajdonságcsoportnak, amire rámondhatod azt, hogy én, sőt rá is kell mondani, de az én élmény teljesen megváltozik. Hiszen látod azt, hogy hogyan építetted föl, hogyan tartod meg, és mivé alakítod át pillanatról pillanatra, és ezek a döntéskvantumok határozzák meg az utadat, hogy most mire mondasz igent, Mire mondasz nemet, kinek mondasz igent, és kinek mondasz nemet. Ezekből a nullákból és egyekből, szokásokból, ragaszkodásokból, elengedésekből és felszabadulásból áll össze a személyiség pillanatról pillanatra. És ez egy gyökeresen más élmény, hogy én vagyok én, te vagy te, és utána mi úgy el vagyunk választva, és itt vagyunk ellentétesek, ott vagyunk azonosak. Ezek nagyon durva élmények, de nézd meg, hogy így növünk föl az ártatlan gyerekből előbb-utóbb egy rusnya nagy felnőtt lesz. Tele problémával, tele megoldatlansággal és tele paradoxonnal. És a paradoxonok, az ellentétek, a bennünk feszülő megoldatlanságok elvállalása, az azokkal való szembenézés, az 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 energia, ami az úton hajt. Ez az a szenvedés, amit jobb, ha belátunk, mert ha belátom, ha nem, akkor is ott van. És ezek az ellentétek, ezek a paradoxonok, ezek a megoldatlanságok azok, amiből hihetetlen mennyiségű energiát tudunk nyerni, ha szembe merünk velük nézni. Ha meg nem, ha tökéletesek akarunk lenni, meg halhatatlanok, meg függetlenül úgy szabadok, ahogy azt az én kis ideagyára meggondolta, akkor elképesztő módon le tudunk választódni a világról, az emberekről, és a saját legmélyebb energiaforrásunkról is. És ez az energiaforrás, az a paradoxon gyűjtemény, az a karmagyűjtemény, amitől az ember néha istenének, néha állatinak érzi magát, de nagyon ritkán tud középen maradni. És ez a középút az, amely elismeri a jót és a rosszat bennünk, elismeri a mennyeit és a pokolit bennünk, a megoldottat és a megoldatlant bennünk, az, hogy egyszerre vagyunk emberek, de sokkal többek is akarunk lenni, és néha még ez is sok, amik vagyunk. Tehát ez a paradoxon gyűjtemény nem puszta irracionalitás, hiszen ebben az egészben nagyon nagy helye van a logikának, és a logikával megmagyarázhatatlannak is. És ezek a paradoxonok azok, amelyek megmutatják az intellektus tökéletlenségét is, és egy idő után az értelmi és érzelmi intelligenciád össze fog kapcsolódni, hiszen levetetted azokat a békjókat, amelyek eddig elválasztották ezeket egymástól. Amikor az értelmi és érzelmi illúzió tömeg nagy részt eltűnt, akkor az igazi éned, ez a tiszta, tükörszerű tudat elkezd működni, és egy dualitástól mentes állapotban hoz döntéseket. Ezt hívjuk az intuíció kibontakozásának. Ezért van olyan gyakorlat sor az buddhizmusban, amit kuanoknak nevezünk. A kuanok pont ilyen megoldatlan kérdések, ellentétektől feszülő helyzetek, amelyeket nem tudsz pusztán IQ-val vagy EQ-val megoldani, hanem egy sokkal mélyebb, sokkal tisztább, sokkal egyszerűbb tudatból kell, hogy a válaszok jöjjenek, mert ha nem, akkor a helyzet nem oldódik meg, honnan tudod, hogy a probléma újra termelődik. És ezt az interjú szobában, amikor koan gyakorlunk, büntetlenül meg tudod csinálni, de az életben nem. Az élet azért durva, mert felépítesz valamit 99 99,999%-ig, és elkövetsz egy olyan hibát, ami 0,0001%-ban károsítja az egészet, és ettől az egész tönkre megy. Ezért van az ellentétekkel való szembenézésnek ekkora jelentősége, a saját paradoxonjaink meglátása, a saját megoldatlanságunk, problémáink elismerése, és az abból való erő merítése. Óriási jelentősége van neki. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy ezzel a tiszta, tükör, térszerű tudattal az elején konceptuálisan, utána később tapasztalati alapon megbarátkozzunk, és viseljük el ennek a teremtetlennek a jelenlétét. Ilyen és ebben a jelenlétben a teremtetlennek, keletkezetlennek, ebben a tükrében látszik minden nagyon jól. És ezt a látást ezt el kell tudni viselni ettől leszünk felnőttek. Egyébként csak az idő halad, meg a homlokráncai változnak. Egyéb kérdés? Sziasztok, Tusa vagyok függő a következő kérdésem. Meddig lehet egyedül csinálni ezeket a gyakorlatokat? Én tudom azt, hogy én saját magamat képes vagyok becsapni. Tehát, hogy nekem, nekem jó az, hogyha van valami kontrollom. Tehát a, a nem biztos, hogy a mert ezt, ezt valahogy meg fogom hajlítani, körbíteni, tekelni. Ezzel a tudattal bármeddig gyakorolhatsz egyedül, nem fogod becsapni magad, mert látod, hogy mit csinálsz. Uh -huh. Most már csak a hajlításokat kell elviselni, uh -huh. mert hogyha meglátod a hajlításokat, akkor ezeket nem követed. Mindenkinek nagyon jó, hogyha közösen gyakorlunk. Mindenkinek nagyon jó, de ne függjünk még a társaságtól sem. Tehát az a legfontosabb, hogy tudjunk mind egyedül is gyakorolni, mind pedig társaságban is, csoportban is gyakorolni, és ezért van az, hogy csoportban kezdjük. A csoportos gyakorlat az, amikor a legerősebben megjelennek a vélemények, az elgondolások, az illúziók, az elvárások, és a csoportos gyakorlatnak a tüzében ezek mind elégnek. Példa, ülsz, mint a budha, és melletted valaki elszellenti magát. És a buddha tudat abban a pillanatban elugrik, és le akarod gyilkolni, mert egy ilyen kis kénysavasat oda tett az orrod alá. És hirtelen az ítéletalkotástól mentesség, a dualitások meghaladása, az úgy így puff kirepül az ablakon, és hirtelen azt látod, hogy a ö, nemes maha mudrából egy ilyen kőkemény ökölbe szorított ugye, kéz lesz, én ide meditálni jöttem, és mitől vagyok ilyen dühös? Azért lelke, mert a saját véleményalkotásodat követed azért. És ezt úgy hívják ugye uh, korábban, hogy amikor a krumplikat beleteszed egy nagy vízbe, és egy bottal megkevered, akkor azok szépen ledörgölik egymást. Ezzel nincs is semmi baj, mert hogyha mindenki látja, hogy van saját magából ledörgölni való, akkor egy idő után sokkal együttérzőbb és együttműködőbb lesz, mert ne őtetézze a problémát a hozzáállással csak akkor van baj, amikor azt gondolja az ember, hogy én? Hát rólam már minden lejött. Na de ő, meg ő, meg ő, meg ő. Na azzal van a baj. Honnan tudjuk ezt? Az elvonulásokon, akár rövid, akár hosszú, akár nagyon hosszú, mindig vannak interjúk. Ezeken a zen interjúkon kóanokat is gyakorlunk, és a gyakorló el is mondhatja, hogyha valamilyen problémája van, akár közeli vagy távoli Lét problémája van, és nagyon tipikus az, amit hallok, hiszen mindannyian emberek vagyunk, és a projekcióinkat nagyon ritkán látjuk. Amikor viszont elkezdjük látni a projekcióinkat, akkor az garancia arra, hogy egy idő után annyira, de annyira unalmas és hiába való lesz ez a projekció hogy nem fogjuk követni. Mert tudod, hogy hol vezet. Viszont amitől a zen fontos, hogy nagyon ritkán tanulod meg azt, hogy hogy tudsz belül mozdulatlan maradni. Hogyan tudsz zéróvá visszajönni, amikor az összes mozdulat káros lenne, az összes döntés romba dönt, hogyan tudsz megmaradni ebben a pillanatban teljesen tisztán, mozdulatlan tudattal. Ez a tiszta tükörszerű tudat a saját menedéked. Akár csoportban gyakorolsz, akár egyedül. Hogy egy adott pillanatban sem igen, sem nem nem hangzik el, hanem egyszerűen a tudat nem mozdul és nem gondolkodik, csak tisztán hallja a hangokat, tisztán lát, tisztán érez, tisztán szagol, tisztán cselekszik, és akkor egy idő után tisztán is gondolkodik. De ehhez meg kell tapasztalni azt, hogy nem mozduló test, nem mozduló beszéd. Nem mozduló tudat, az a tükör, amiről az előbb beszéltem, csak így tapasztalható meg, ezért tanítjuk a meditációt, mély jelentésétől kezdve az elsajátítható technikáig. És ezért az összes tréningnek, akár két napja meditálsz, két éve meditálsz, húsz éve meditálsz, az összes képzésnek és az összes gyakorlatnak mindig ugyanaz a jelentősége. Hogy ismét érd el igazi önmagad, ismét érjel el egy egyévált tudatot, Ismét halad meg a korlátaidat, és utána pedig ismert, hogy hol vannak a valódi határok. És akkor ezzel tudsz segíteni magadon és másokon egyaránt. És ezért van az, hogy elkerülhetetlen az egyéni gyakorlat, és elkerülhetetlen a csoportos gyakorlat, ha az ember az úton akar járni. nem leválasztható-e a buddhizmusról? Le, de miért tennénk ezt? Mm. Tehát ki lehet mondani, a zen az a buddhizmus és taoizmus találkozásából jött létre, és hogyha megnézed, akkor mondjuk a buddhizmus a négy nemes igazsággal foglalkozik főleg, a maga klasszikus, főleg téraváda értelmében. A szenvedés ténye, oka, megszüntetés és a megszüntetésének az útja. Eltelik ezer év, és Kínában megszületik a zen négy alapelve, amely azt mondja, hogy nem támaszkodás az írásokra, közvetlenül az ember tudatára való irányulás, a megvilágosodás nem más, mint igazi önvalónk megtapasztalása, és tudattól tudati külsőségektől független átadás. És ekkor látod, hogy ezer év alatt mennyit evolvált a tan. Na de akármennyire is letudod a történelmi, vallásos, ö, szövegszerű és egyéb elemekről választani az ent, ez körülbelül olyan, mint az összes pálinkából kivonnád a százszázalékos alkoholt, és felmutatnád, hogy ez a lényege mindennek. Igen, csak ez ihatatlan. Tehát ez úgy jó, ahogy van a maga kulturális történelmi és egyéb kontextusában, miért van szükség mégis a lényegre? Miért is? mégis nagyon jó a kérdés? Ugyanis ha pusztán kulturális, történelmi, társadalmi és egyéb aspektusaiban tudnám csak megismerni, nem lehetne átadni egyik földrészről a másikra. Még egyik országból sem a másiknak, ami főleg a Mahayana, de a Téravád esetében is nagyon üdvös és nagyon erényes, az az, hogy a lényeg mindig minden kontextusban megismerhető. Tehát kultúrától és egyéb külsőségektől függetlenül átadható. És a zen is különböző társadalmi, kulturális és egyéb helyzetekbe bekerülve elkezdi kifejteni a hatását. Tehát leválasztható a buddhizmusról, hiszen a buddhizmus és taoizmus találkozásából keletkezett valami új, de én ezt szívem szerint nem tenném. Inkább a kapcsolatot mutatnám ki a klasszikus buddhizmus és ez a nagyon egyszerű, nagyon tiszta, nagyon intenzív ezen gyakorlat között. De elképzelhető, hogy valaki ateistaként zen gyakoroljon? Hát persze. És kőkemény vallásosként is, hiszen ateistának az a kérdésem, nem hiszel Istenben rendben van, mi az, ami nem hisz benned? Innentől már tudod, hogy a vallásostól mit kérdezek. Második kérdésed? Én nem ismerem egyébként ezent, de ha gyakorlatként értelmezem, és nem ideaként, fejlődik-e maga az ember? Csak a úgy. Fél? Csak úgy fejlődik, hogyha gyakorlatként és nem ideaként értelmezed. Olyan gyakorlatként, amelynek van szöveges kognitív oldala is, de az nem idea. Azért nagyon jó a kérdés, mert megszünteti azt a borzasztó arisztotelészi megosztottságot, amikor a tartalom és a forma külön választható, jelentem nem. Ugyanazon dolognak a két oldala, vagy két módja a tartalom és a forma, vagy az energia és az információ is. De ezek eredetileg egyek, és nem választhatók szét büntetlenül, vesztesség nélkül. Tehát nem idea és aztán még valami, hanem van egy olyan praxis, aminek van egy kognitív oldala, és van egy tapasztalati oldala és onnantól kezdve sinám vagy. Már így a 21. században vannak-e arra jelek, legalábbis a zen gyakorló körében, hogy a tudomány ö, egyszer a zennel karöltve, vagy a zenhez fordulva talál meg válasz kérdése? Rengeteg ilyen volt, van és lesz. Hát az elemi fizika az elméleti fizika, az asztrofizika, a relativitás elmélet, a kvantumfizika, minden, amit akarsz, ez gyakorlatilag fizikai szinten jutott el az ürességig, a megmagyarázhatatlanig, egy olyasféle magig, ami nem felfogható, de mégis működik. Tehát nem csak Schrödinger macskája eldöntetlen, amíg nem nyitott ki ezt a dolgot, vagy egy kvantumállapot eldöntetlen, amíg nem vizsgálod, nem nézel rá, vagy nem helyezed valamilyen definiálható kontextusba, kiderül, hogy a világ azért olyan, amilyen, mert az érzékszerveink olyanok, amilyenek. Azért tapasztalunk háromdimenziós teret és egydimenziós időt, mert ebben a testben vagyunk, és ezekkel a motorokkal, modulokkal működünk. Úgyhogy nagyon-nagyon sok helyen találkozik ez, de a kettőnek nem kell egymásra támaszkodnia ahhoz, hogy érvényes legyen. Tehát a tudománynak megvannak a saját alapelvei, racionális, magyarázható, Kísérletileg igazolható, és mindez megismételhető, ez a Kaczfodor féle tudományelmélet három alapvető mondata. És ez mindig is működött a tudomány esetében. Megint csak nem a racionalitás és igazolhatóság kísérletekkel elérhetőség és ismételhetőség komfortzónája az érdekes, hanem az, ami azon túl van. Tehát mi az, ami akkor is úgy van, ahogy van? Ha nem igazolható kísérletekkel, ha nem magyarázható meg, és nem ismételhető, mert ez és ez soha nem lesz ugyanaz. Miért? Mert két másodpercek később volt a második. Soha. Tehát igazából nem ismételhető semmi. Magyarázattal csak valami külsődleges felszín, valamilyen keretrendszer adható meg, de nem helyettesíthető be a tényekkel és racionálisan nagyon-nagyon keveset tudsz igazolni, és a kísérletezés is olyan, hogy minden, ami név és forma, az kikísérletezhető, de ami nem név és nem forma, nem kísérletezhető ki. Tehát itt is vannak határok, ezeket a határokat érdemes megismerni, és azt is megtapasztalni, hogy mi van, amikor túllépünk ezeken. A tudomány rengeteget fejlődött az elmúlt 400 évben, és ez a fejlődés nem áll meg, a tudat is rengeteget fejlődött, az ahhoz való hozzáállásunk az elmúlt 2500 évben. Ezek szerintem nem választhatók külön egymástól, mint ö, ugye fejlődés, de a maguk területén ezek a dolgok, hogy tudomány és spiritualitás, ezek teljesek. Ezek önmagukban megállnak. Nem kell, hogy egymáshoz forduljanak, de rengeteg hidat találhatunk, tehát én arra sarkalnálak, hogy ne megmagyarázni akard a megmagyarázhatatlant, hanem tapasztald meg azt, ahonnan a kérdésed jön. Tapasztald meg azt a forrást, ahonnan valaki azt mondta, hogy Isten, más valaki azt mondta, hogy Buddha, és más valaki azt mondta, hogy az égkék és a fűzöld. Gondolom azért vagyunk itt, hogy ezeket megtapasztaljuk. Én nem akasztanám senkinek az életére azt, hogy ő miért van itt. A zen az egy nagyon jó út arra, hogy ezt te kitaláld, megtaláld saját magadnak, hogy te miért születtél meg. Ez mindenkinek a saját lehetősége. Az a szép a zenben, hogy nem ad magyarázatot, hanem utat mutat a tapasztaláshoz. Jó? Tehát ez azért fontos, mert hogyha elkezdjük itt osztani az észt, előbb-utóbb csak hülyeséget tudunk beszélni. Tehát inkább kérdésekről legyen szó, semmint definíciókról és magyarázatokról, inkább egy tapasztalati útról legyen szó, semmint ideológiák és magyarázatok gyártásáról. Ha megnézed az emberi történelmet, akkor ebből az utóbbi magyarázkodó rendszeralkotó, szimbolikus, szisztematikus tevékenységből tartós boldogság, tartós béke, tartós ugye tiszta állapot nem következett. Ezért érdemes a teleszkópot másfele irányítani, mint az így módon megismerhető és megalkotható világ. Egyéb kérdés? Mindenki boldog? Mindenkivel minden rendben van? Mi az a boldog? Mit, mit szeretnél? Mondhat, hogy itt mindenki boldog, és én megkérdeztem azt, hogy mi az a boldog. Én nem látom, hogy boldog. Én pedig visszakérdezem, mit szeretnél? Én, én, én csak úgy jól lenni? Ez a boldogság számodra? Nem. Mi a boldogság nem számodra? Túl. Akkor azt hiszem, hogy nagyon hamar meg is lesz. Tehát, hogyha nem nevezünk ki egy ideát boldogságnak, hanem ezt a pillanatot száz százalékig meg tudjuk élni, és tisztán látunk, tisztán hallunk, tisztán érzünk, tisztán gondolkodunk, tisztán teremtünk kapcsolatot, akkor előbb-utóbb ez megteremti azt a boldogságot önmagától, amit hogyha tárgyasítani akarunk, ha érzékszervekhez akarunk kötni, olyan függőség lesz belőle, mint a sic. És nem is tudsz kijönni belőle, mert ott keresed a boldogságot, ahol nincs. Engedd, hogy a boldogság valami nagyobbnak a természetes mellékterméke legyen. Engedd, hogy a szeretet valami egyéből következzék, mint a saját vágyadból. És akkor, hogyha nem állandóan üldözöd ezeket az eszményeket, és nem ideákká formálod őket, akkor egy egyszerű és tiszta tudatból, egy önzetlen odaforduló életvitelből következik természetesen ez a boldogság. Nem tudod megfogni, nem tudod kivonni, nem tudod lényeggé ugye, mert mindenben és mindenkiben benne lehet, így benned is, ha megfelelő módon állsz hozzá ha megfelelő módon közelítesz, ha megfelelő módon teremtesz kapcsolatot, cselekszel, beszélsz és egyebek. De önmagában nem tudod elkülöníteni, megsokszorozni és behinteni vele a világ mindenséget, mindent és mindenkit. Amikor az ideákat félreteszed, amikor a tudat letisztul, amikor ez a pillanat számodra teljessé válik, amikor az egyévállás élménye megvan, ez sorolhatnám neked reggelig. Mind ugyanoda mutat, de ha megvan a tapasztalat, akkor megvan ennek következtében a boldogság is, főleg ha nem keresed akkor, és hogyha pedig az ember állandóan énségből célkövető, elsajátító, birtokló és egyéb módon akarja ezt, soha nem éri el. És ebbe tudunk belepusztulni. Vagy pusztítani. Egyéb kérdés? Én egy kohant szeretnék kérni tőled, ha lehetséges. Milyen kohant kérsz? Szögletest, kereket, hosszút, rövidet, nehezet, könnyűt, miért kérsz? Közepeset. közepeset. Jó, kapsz egy közepeset. Shang Gomz egyszer megkérdezték, hogy mi a zen. Erre azt mondta, hogy a zen olyan, mint amikor valaki, teljes testében megkötözve lóg egy fáról lefelé, a fogánál fogva. És valaki odajön a falá, fa hogy miért ment Bóthi Dharma Kínába. Ha az illető kinyitja a száját, hogy válaszoljon, akkor lezuhan és agyonzúzza magát. Ha viszont nem válaszol, akkor az ott álló zen lelövi, mert a tanítvány elmulasztja a kötelességét, és nem fejti ki a zen lényegét a vendégnek. Te vagy fönt a fán. Hogy maradsz életben? Tehát ez egy közepes teljesítményük van, és ezt nem rögtön kell most ma éjszaka megoldani, hanem ha valakit ez érdekel, akkor szép lassan föl lehet építeni azt a rendszert, azt az állványzatot, amin a tudatnak az apró kis majmocskája elkezd ugrándozni, és megtanulja azokat a készségeket, azokat a mozdulatokat, amelyel ezt a kifejezhetetlent is aztán meg lehet ragadni, egyé lehet vele válni, és megadni a megfelelő választ rá. Ha gondolkodsz, ha nullában és egyben, jóban és rosszban, életben és halában gondolkodsz, soha nem fogod megoldani, csak egy ilyen kis farkába harapó kutyát fogsz mintázni, hogy ez se jó, az se jó, ezt akarom, azt akarom, megint bementem az interjúra, és megint nem oldottam meg, és az összes érzelmi és gondolati reakciódat és szokásodat a koan tükrében észreveszed. Ez egy fantasztikus mellékterméke az egyéb jótétemények mellett a koan gyakorlatnak. A másik ilyen jótétem hogy megtanulsz a saját frusztrációddal szembenézni, meglátod az összes projekciódat, meglátod, hogy hogyan teremted a saját örömödet, bánatodat, akaratodat vagy depressziódat, teljesen mindegy, de mihelyt a koannal elkezdesz foglalkozni, nem rögtön ezzel a 50%-os nehézségűvel, hanem mondjuk egy 5%-os nehézségűvel, mondjak olyat is? Mondok. Jó. Rendben. Uh, Ez e szerintem nagyon-nagyon gyorsan megvan mindenkinek. Nézd meg ezt a tárgyat. Erre mi azt mondjuk magyarul, hogy pohár. Angolul mondhatnánk azt, hogy glass. Több nyelven többféle néven illethetjük őt, ezt, de akármeddig bögdösödő nem fog neked semmilyen nyelven válaszolni. Tehát ő neki nincs ilyen tudat, ahogy pohár, vagy glász, vagy egyéb. De azt mondod, hogy ez semmi, vagy úgy teszel, hogy ez nem létezik, akkor ismét hibát követsz el. Tehát, hogyha ragaszkodsz a névhez és formához, az az illúziónak az egyik típusa, hiszen ennek sokféle formája is neve lehet, de hogyha ragaszkodsz a semmihez, az ürességhez, a nem létezéshez, akkor meg az is hiba. Tehát mi ennek a pohárnak az igaz természete? No, tudod-e a választ rá? Ez az, ami... Magyarázat nem jó. A zen azt jelenti, hogy a magyarázatokat félretéve egyé válunk a valósággal, jelenleg ezzel, és bemutatjuk igaz természetét a maga valójában, most segítek jelenleg szó nélkül. Hogy hát hogyan mutatnád be ennek a pohárnak az igaz természetét szó, magyarázat és így dualisztikus gondolkodás nélkül? Ez egy könnyebb házi feladat, szerintem ezt holnap reggelre mindenki tudni fogja, hogyha egy picit ide a tantiembe behelyezed ezt a kérdést, és engeded a gondolkodásod rezgését elcsitulni, a tudatodat megnyugodni, és ekkor szépen az egyszerű és tiszta, mint válasz megjelenik. A kóanok nagyon sok mindenre jók, lehet velük fantasztikus mélységeket és magasságokat elérni, de ők is csak eszközök, és nem célok. Cél az, hogy megválaszold őket, de hogyha megoldottad az egyiket, jön a másik, és a tréning folytatódik. Mi az, ami megakadályoz minket, hogy a komfortzónánkból kilépjünk. Az, hogy rendkívüli módon tudunk ragaszkodni ahhoz, amit ismerünk, és akit ismerünk, és ehhez kétféle módon tudunk ragaszkodni, akár az örömön, akár a szenvedésen keresztül, vagy ezek bármiféle vegyítékén keresztül. Azt nem nehéz belátni, hogy az örömhöz miért ragaszkodunk, de az sokkal nehezebb, hogy a szenvedéshez miért ragaszkodunk. Nek egy egész természetrajza van, hogy miért ragaszkodunk az minket marcangoló megölő, gyengítő és egyéb állapotokhoz, amiből újra építjük magunkat megint, aztán megint lebontjuk magunkat, és megint negatív szenvedésteli állapotokat élünk át. És egyszerűen azért, mert ebben érezzük magunkat teljesnek, ezt ismerjük, ilyenként fogadott el minket a környezet, és ezért a nagyon-nagyon jót és a nagyon-nagyon rosszat magunkban teljesen közös nevezőre tudtuk hozni, és a közös nevező az, hogy én ez vagyok. És amíg ezt az identitást nem akarom elengedni, addig az is leszek. Akár nagyon jóról, akár nagyon rosszról legyen szó. De amikor mindez esetlegessé, lehetségessé válik, vagy tarthatatlanná válik, akkor muszáj kilépni ebből a komfortzónából, és ekkor kell szembenézned azzal, ami valójában te vagy, és elhagyni azt, amiről azt hitted, hogy te vagy, de mégsem. És minden öröm és minden szenvedés ebbe az utóbbi kategóriába tartozik. Az eredeti tudatodban nincs sem szenvedés, sem öröm, de mindezt átéli, mindezt látja, mindezt tapasztalja. És azért engedjük el nehezen ezt a zónát, mert itt vagyunk otthon. És az otthon elhagyása, mint jelenség, az Ázsiában nem pusztán azt jelentette, hogy nem a családoddal élsz tovább, hanem egy templomban. Hiszen egy templomban is találhatsz otthonra, és az új családod az, az összes több ilyen hasonló frizurát viselő emberke. És ez is rendben van. De... Egy ilyen típusú élet azt tanítja, hogy ne építsd újra a komfortzónádat, van, aki megteszi. Ez látszik is. És van, aki úgy tud a világban élni, hogy már nem azonosul belül semmivel. De mégis felelősségteljesen csinálja az életét, nem magáért, hanem másokért. És látja a személyisége relativitását, de a relativitás határait is. Mi az, amit elképzel magáról, hogy ezt én megteszem, és meg is teszi, és mi az, amiről azt gondolja, hogy megtehetném, de mégse teszem meg. Miért? Mert nem akarok azzá válni. Nem akarok úgy élni. Nem akarom, hogy belőlem ez vagy az vagy amaz legyen. És ezt nem lehet pusztán morális vagy etikai keretek közé fogni. Nagyon fontos az etika és a moralitás, de ezek mind-mind használati utasítások, és nem az, ami te vagy. Érdemes ezeket használni, átgondolni, átszűrni magadban, megnézni, hogy mi az, amit ebből te el tudsz vállalni, amivé szeretnéd magadat tenni, aminek, akinek szeretnéd magadat tudni, de ez nem a könyvek szerint fog eldőlni soha, hanem a saját cselekedeted, beszéded, gondolataid és érzéseid alapján. És ezért nem szabad semmiféle önképhez ragaszkodni, de látni a tettet és a következményét. És ezért van óriási jelentősége annak, hogy elhagyd azt a zónát, aminek addig tudtad magad, és megtapasztalva valamit, ami minden jelenségen túl van, visszajössz, és utána teljes tudatossággal, felelősséggel tapasztalod azt a szabadságot, amit addig nem. És ezt hívjuk bothiszatvának, ezt hívjuk a világban megjelenő, megvilágosult másnak segítő lénynek. Nekem az a kérdésem, hogy minek a gyakorlása által fejleszthető a türelem? A türelem gyakorlása által. Honnan fogd meg, hasonló a boldogság vagy egyéb pozitív minőségek kérdéséhez, honnan jön a türelem? És ehhez én azt szeretném, hogyha belül megvizsgálnád, hogy a türelmetlenséget honnan jön. Hiszen, hogyha türelmes szeretnél lenni, akkor valószínűleg ez vagy nincs meg, vagy csak részben van meg. És ennek a tengelynek a mentén nézd meg, hogy most éppen felszeretnék robbanni a türelmetlenségtől. Honnan jön ez? Na, onnan fog a türelem is jönni. Csak előjelet fog váltani. Tehát, amikor a türelmetlenség megjelenik, akkor magadban megkérdezed, hogy mi ez? Honnan jön? És engeded, hogy a türelmetlenség ott legyen a lélekben. A lélek tükre, az nem mozdul. Az eredeti tudatod, az nem mozdul. Olyan türelmetlen lehetsz magadban, amennyire csak bírsz, annál jobban látod. Annál jobban látod a forrását is egy idő után. Csak nem mozdulj. Ne enged ki. Ne folytsd el, és ne engedd ki. Ez az, amit a nyugat nem tud. Nagy rész nem tud. Mert vagy iszonyatos nagyságban megéli, széles vásznon, hanggal, képpel, csinadrattával, vagy pedig elfolytja. És mind a kettő hiba. Tehát az egyik az, amikor a hajó hányódik a viharos tengeren, mert a kapitány őrült és felhúzza az összes vitorlát, és közben tízes erősségű szél van. A másik, amikor le akarom betonozni a tengert, mert egy darab hullámot nem szeretnék látni. És a tudattal egyiket se lehet megtenni büntetlenül. Tehát mi ez? Honnan jön? Minél erősebb a karma, annál gyorsabban elvisz a forrásához, de ez nagyon jó kell tudni szörfölni a lélek tengerén. Ezt hívjuk a pillanat művészetének. A pillanat művészetét tanulod meg a zennel, és az elején biztos, hogy a karmát hullámai beterítenek, és bele fognak vágni a homokba. De utána megint szépen kijössz belőle, kiössz az önítéletből, az önértékelésből, a mások ítéletéből, kiössz az összes projekcióból, meglátod, hogy a bokádra van kötve mégis az a spagóca, ott van a végén a szörvdeszka, megint fölállsz a gyakorlatodra, és megint elkezdesz szörfölni a saját karmádon. Ez sokkal inkább a cselekvés általi tanulásra hasonlít, semmint a gondolkodás vagy intellektualitás általi tanulásra, ahol paradox módon, ha elfelejted a korábbi ideáidat, sokkal messzebbre jutsz, mint hogyha ezeket az ideákat akarod bedörgölni a szörvdeszkádba. Úgyhogy, ha ez csak türelmetlenség, akkor nagyon jó, hogy sokkal keményebb dolgok vannak a lélek mélyén, és ezen megtanít ezzel szembenézni, megtanít leválasztódni róluk a nem azonosulás mozdulatával, és a nem ítélkezés mozdulatával pedig kivonod belőle azt az energiát, amit beletettél korábban. Tehát a nem azonosulás, nem minősítés kulcsmozdulatai azok, amelyek a karmádnak az önálló lét nélküliségét megmutatják. Ettől így meg tudsz tisztulni bármitől. Csak ezt kellő mélységig kell gyakorolni, és ne ki kell inni azt a keserű méregpoharat, hogy az önképednek lőttek nem tudod annak hinni magad, akinek szeretnéd. És ha ezzel szembe tudsz nézni, akkor a gyakorlatod mindig sikeres lesz. És az a siker, hogyha tisztán tudsz ebben a pillanatban látni, hallani, szagolni, érezni, gondolkodni, beszélni, cselekedni. Egyéb kérdés? Én az alázatról szeretnék kérdezni. Ö, szeretnék. Mindig, amikor szeretnék alázatos lenni, észreveszem a végén, hogy nem vagyok az. Mert mihez ez megfogalmazódik bennem, hogy alázatos vagyok, már rögtön el is illant. Hiszen. És úgy érzem, hogy. Nem azért próbálkozok alázatos lenni, hogy alázatos legyek, hanem azért, hogy mások azt mondhassák rám, hogy ez igen. Hát tudok-e igazán alázatos lenni, csak azért, hogy az legyek? Nem. Amit elmondtál, az a saját önképében fürdő személyiségnek az egyik legjobb természetrajza, és nagyon köszönöm, hogy ezt megemlítetted ez nem kevés bátorság kell. De ha azért akarsz alázatos lenni, hogy alázatos légy, és ezt elmondhassd magadról, akkor ezt eszenciálisan azzal a problémával tudod szembeállítani, hogy az éntelen én nem létezik. Mert vagy éntelenség van, vagy énség. Kész. Tehát mi az a tudat, ami az előtt van, hogy alázatos vagy fenhélyázó gőgös lenne? Hozd vissza a tudatot abba az állapotba, amikor nem mondja ki magáról, hogy ez vagy az. Alázatos vagy gőgös. És hogyha nem önmagadat akarod minősíteni, ez az első lépés, akkor igazából meglátod, hogy egy másik ember lelkében mi van. Vagy egy csoport tudatában mi van. És hogyha segíteni szeretnéd ezt az embert, vagy ezeket az embereket a saját útján, a felébredés, a boldogság, a megvalósulás és egyebek felé, akkor ez már önmagában hordozza azt, amit te alázatként szeretnél minősíteni, de amíg ezt az énedből indítod, addig soha nem fog megvalósulni. Tehát itt megint nem te vagy a fontos. Itt a másik ember a fontos, a többi ember a fontos, hogy hogyan tudod azt az utat szolgálni, ami mindenki számára megfelelő irányba vezet. És ezért az alázatos ember nagyon sokszor mond nemet. Mert nem arra vinné a döntés az utat, a másik embert, amerre tényleg mennie kellene. Tehát nagyon sokszor azonosítjuk itt nyugaton az alázatos embert azzal, akinek önálló akaratereje nem sok van, aki igazából a környezetétől függ, akinek ugye mindig másokat kell követnie, és a gyengességet, mint erényt szeretnénk ugye becsomagolni, és ez nem megy. Igazából nem hiszünk benne. Tehát az, hogy te éntelenül létezel, az a legnagyobb alázat. A legalázatosabb tudatban az, hogy ő az nem jelenik meg. Tehát egy olyasféle segítségről van szó, amelyben nincs elvárás, de nincs torzulat, és nincs hamisság sem. Tehát nem személyes visszaigazolást, nem személyes örömöt és boldogítást keresek a másiktól, azért, mert teljesítettem azt, amit akart. Az alázathoz ennek semmi köze. Hanem inkább ahhoz van köze, hogy te magad, mint érdekközpont, mint birtokló, túlélő és szaporodó reflexekkel bíró ember, mint központ, megszűnik és marad a tükör, marad az önzetlenül segíteni képes ember, aki elfogad bármilyen eredményt, de azt, hogy meghazudtolja önmagát, azt nem. Ezt az igazi önmagát, ezt a tiszta buthatodatot nem fogja beszennyezni, nem fogja meghazudtolni, és nem fog legmélyebben megismert igazi önvalója ellen cselekedni, mert ez az az önvaló, ami a másik szemében is ugyanaz. Tehát, ha maga ellen megy, a másik ellen megy, ugyanúgy. És ha a másik ellen menne ebben a vonatkozásban, akkor maga ellen is menne. Minden más karma, minden más dualitás, minden más a különböző életprogramoknak a csattanása vagy éppen egyesülése. Minden pillanatban az a döntés, hogy a felébredés felé mész, vagy pedig a további illúziók. És a további szenvedés, a további körforgás felé. Honnan tudod, hogy megoldottál egy problémát? Onnan, hogy nem jelenik meg újra. A ciklus leállt. Az energiák máshová összpontosulnak. Ugyanaz a szenvedés nem termelődik újra, mert a tudat megváltozott. És ekkor látható az, hogy a művelet sikeres volt. Ha ezt utána elkezdjük minősíteni, megint újra termeljük a problémát. Tehát a legnagyobb probléma a gyakorlat során nem az, hogy eléred-e a tiszta tudatot, vagy sem, hanem az, hogy meg tudod-e tartóztatni magadat attól, hogy állandóan minősítsd önmagad. Tehát a gyakorlatnak nagyon sokféle fokozata van, az egyévállásnak nagyon sokféle módja van, és a koan gyakorlat pontosan azt teszi lehetővé, hogy egy adott helyzetben te a saját egóitásod nélkül légy jelen, a saját ragaszkodásaid és dualitásaid nélkül tud segíteni és megoldani a helyzetet, honnan tudhatod, úgy, hogy a koan kap egy zöld pipát, és jön a következő. Jó? Köszönöm. Szívesen. Van-e a kornoknak vége? Van-e a kornoknak kezdete? Vége. Tehát van-e, hogy hát már nincs több koa. Van-e a kornoknak kezdete? Hát persze, hogy van. Akkor vége is. Vége is? Hát persze elkezded, aztán egyszer befejezed. A kornaknak csak akkor nincs vége, ha kezdete sincs. De ha az ember rájön, hogy az egész élete egy kóan, és az egész életét ellentmondások és megoldatlanságok között éli, és hogyha az egyiket megoldott, akkor egy magasabb szintű ellentmondás lesz a része, akkor egészen mazohista módon ennek még örülni is tud. Tehát a kezdettelen vagy végtelen, a kezdettel bíró vagy véggel bíró dualitása helyett nézzük meg azt, hogy a jelenleg érvényes ellentmondásaikkal mit csinálunk, a jelenlegi kóan helyzetünket hogyan oldjuk meg, és hogy innentől kezdve milyen irányt veszünk föl. Melyik az az újabb kóan, amit elvállalunk, mert csak az interjú szobában kapod a tanítótól a következőt, az életben te hozod létre magadnak a következő koant, a következő helyzetet a következő megoldatlanságot. Miért? Mert, hogy azt említettem korábban, imádjuk a paradoxonokból származó energiát. Nagyon szeretjük. Ha nagyon egyértelmű, logikus lények lennénk, akkor nem lenne bennünk az az elképesztő feszültség, ami az érzelmek, gondolatok, a múlt, a jelen és a jövő egymásnak csattanásából következik. Nézd meg Katuluszt. Odi et amo. Quare id faciam fortassere quiris, nescio sed fieri sencio et excrucior. Tehát gyűlölök és szeretek. Miért teszek így, nem tudom, de érzem, kínja keresztre feszít. És ne tévedjünk, imádunk a saját keresztünkre feszülni. Néha másokért is. Na most innentől kezdve, hogy ezt az ellentmondást beláttuk, római költőkkel vagy anélkül, onnantól kezdve látjuk azt, hogy a megoldásból, megoldási módból következik a következő ellentétpár. Tehát amíg emberi testben, sőt, megkockáztatom, bármilyen fizikai testben születünk, addig a tudatosság ezeket az ellentmondásokat, paradoxonokat, ellentéteket élni fogja, tapasztalni fogja. És egy idő után lemond arról, hogy intellektuális keretek közé akarja szolítani, de nem is lehet őket teljesen szabadjára engedni. Mi az tehát, ami a középuton megtart? Nem gondolat, nem érzelem, nem múlt, nem jelen, nem jövő, nem jó és nem rossz, nem idea vagy annak a hiánya. Tehát mi az? Mi az, ami a távcsövet az üres, fekete ne, feketének látszó ég felé fordította? Mi az, ami megállapította azt, amit nem tudunk? Mi az, ami ezt a nem tudhatót belül tapasztalja? Amikor ezekre a kérdésekre irányul a tudat, akkor meg tudja haladni ezeket az ellentéteket, megfelelő választ tud adni problémákra, és megfelelő újabb problémákat tud létrehozni azért, hogy mindannyian az úton haladjunk. Mindannyian felébredjünk, mindannyian eljussunk igazi önvalókig, és ezáltal megszabadítsunk mindenkit, magunkat is beleértve a téves nézetek, a kapzsisság és a haragrapságából. Köszönöm a figyelmet!